A kiesés szélén álló csongrádiak nem nagyon tudtak mit kezdeni a tabella első helyén álló Makó támadóival. Ez már a mérkőzés elején kiderült, hiszen látszott, hogy győzni akarás városunk első számú csapatán. Nem is kellett sokat várni az első gólra, a 15. percben Magyar György volt eredményes egy szabadrugást követően. Pócs végzi el, most jön be, Magyar csúsztat, mekkora gól volt, azt a 700-át Magyar! Bár a rivális próbálkozott az egyenlítéssel, a marosparti védelem magabiztos volt. Percekkel a félidő lefújás előtt a makóiaknak több helyzetük is adódott, amiből Rabec Walter vált eredményessé, így 2-0-ás hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrész sem hozott meglepetést, ugyanis a hagymavárosiaknak sikerült tovább növelniük félidei előnyüket. A 60. percben Búzási Péter, míg a 63. Babalek Zoltán zörgette meg a hálót. Ez szép játék, jó a beadás, és ott a gól, na, Babolek, szép volt, 4-0. A Csongrád teljesen szétesett, elszántságuk csökkent, így a makóiak rendre alakították ki újabb helyzeteiket. A 72. percben Rabesz tudta megduplázni góljainak számát, beállítva ezzel a végeredményt, tehát Makó FC Csongrád Kunság 5-0. A Makó FC következő tét meccséig nem kell sokat várni, hiszen a csapat szerdán kupamérkőzést játszik az Apátfalvával. Én igazából olyan szempontból örülök neki, hogy közel van. Egyrészt megye első osztályú ellenféle játszunk, és egy kiváló méretű és minőségű pályán. A hét azonban itt még nem ér véget. Szombaton 17 órai kezdettel ismét hazai pályán a tabella utolsó helyén álló UTC-t fogadják a tavaszi szezon 8. fordulójában.